A lehető leggyorsabban elnyelte az öltöző a bátaszéki focistákat a zárófordulóban. A bonyhádi 10-0-ás vereség után az idény záró odahaza is meglehetősen lidércnyomásosra sikeredett. A Dombóvár ellen persze 60 percig tartással rendelkező csapat benyomását keltette a bátaszék, gólokat is lőttek a fehérkékben játszó hazaiak, de az utolsó fél óra a csapatra ősszel sokszor jellemző összeomlás jegyében telt el. Így 3-3 helyett 4-2, 5-2, 6-2, 7-3 majd 8-3 lett a vége, de könnyen lehetett volna a 10 is, ez inkább a dombóváriakon múlott. Az Ill csapat Dombóvár gólokkal büntette ugyanis az erőlétével feltűnően elkészülő, azt felemésztő bátaszékieket. Súlyos a helyzet. Morálisan és szakmailag is. Innét nem lesz könnyű tavasszal felállni, még úgy sem, hogy lesz az időközben lelépő Krézli Tamás helyett, nem ifi, hanem egy igazi kapus, lesz az égbe kiáltóan fontos belső védő posztra egy új játékos, és visszatér a támadó sorban a tehetséges Lerch Marcel is. Az látszik az arcodon, hogy nagyon kínos két gólos vereséget szenvedni, és álmatlan éjszakáid vannak. Hát nem hiszem, hogy most sokan cserélnek velem. Én személy szerint is értetetlenül állok a dolgok előtt. Még azt is mondhatom, hogy jó magam is szégyellem ezért a történetekért. De én azt gondolom, hogy benne az öltözőben is most remélem, hogy nagyon sokan így vannak vele, hogy szégyellik magukat. Fél tucatszor úgy kapott ki a bátaszék, hogy nem néhány, hanem 5-6-8, sőt 10 gólos megsemmisítő vereséget is szenvedett. A 11 csapatos megyei első osztályban pillanatnyilag 8-ak, 5 győzelem, 1 döntetlennel és 11 vereséggel. Csak 3 ponttal előzi meg a bátaszék a már kieső 10. Kakasdot. Az őszi vesszőfutásnak már voltak árulkodó előjelei szeptemberben is. Ez egy ilyen hosszabb történet, tehát ez egy 3-4 hónap ezelőtt induló sérülés hullámnak a következményes végeredménye. Tehát az a 12-3 játékos játszik hétről hétre, és próbál a munka mellett olyan edzést végezni, amit tudnak fizikálisan. Kevesen vagyunk. Ez objektívok, ám akik vannak és húzó emberek, ők sem voltak már azok az őszi szezonban, mint régen. Krézli kapus egyszerűen eltűnt, hol volt, hol nem. A fontos poszton nagy gondok adódtak. A védelem közepe, a széle is fokozatosan szétesett. Botos Tamás, Gábor Gergő és Faller Tamás nem tudta már úgy vinni a csapatot előre, mint korábban, levenni a terheket a többiek válláról. Az ő teljesítményük is önmagukhoz képest visszaesett. Az edzés látogatottságban történő látványos visszaesés ok-okozati összefüggésben van az ősszel történtekkel. Aki nem tud járni edzésre, és ez most mindenkinek legyen a saját egyéni története, hogy miért nem jön edzésre, ezeket én soha nem firtatom, én mindig elfogadom, hiszek. Lehet, hogy egy kicsit naív vagyok, de hiszek nekik. Az nem... Az visszaköszönt. Tehát ha nincsen hétközben csak firkálás, akkor hétvégén abból nem lesz szép rajz. Az már elég régóta edzősködöm, hogy lássam a dolgoknak a várható végeredményét előre. Tehát hogyha valaki még egyszer mondom nem tud járni edzésre, vagy nem akar járni edzésre, teljesen mindegy, hogy honnan közelítjük a dolgot, akkor annak a vége az lesz, hogy hétvégén nem fog tudni teljesíteni. És ez nekünk látszik. Azok a játékosok, akik úgymond mégiscsak járogatnak, az a 4-5-6, aki rendszerességgel itt van, az pedig elfáradt, mert azért valljuk be őszintén 6-7 emberre nem lehet egy bajnokságba neki menni. Ráadásul sérülések a legjobb játékosainkat kivették, ami húzó emberek. Mivel feltehetően pénz is jár a fociért, nem csak természetben juttatás, így lehet eszköz ez Brecska László edző kezében a motiváció felélesztésére. Aki egyébként nem mond le, mert bízik a tavaszi feltámadásban. De világos, ha a bátaszék középmezőnyhöz föl akar zárkózni, minden posztra legalább egy-egy játékossal, vagyis 3-mal, ismerve az erőviszonyokat, erősítenie kell, amellett, hogy igazol egy megbízható kapust is. Személy szerint az itteni vezetés támogatását úgy érzem, hogy élvezem, és ezért nem is adom föl. Ez a játékosokat is úgy tudom. Én azt gondolom, hogy a játékosokkal személy szerint így nincsen bajom, csak a futballt nem csak aranyos emberekkel kell játszani.
Ebben a véleményben némi önkritikát is gyakorolt a Mohácsról érkező egykori kitűnő bátaszéki focista, már ami a játékosokhoz, egyes játékosokhoz való hozzáállását illeti a közeljövőben.